Sziasztok, ez a Belemenés, a Handball Expert kézilabda oldal podcastje. Én Szalóki Boldizsár vagyok, és ma Vig Martinnal fogjuk átbeszélni, hogy mi történt délután a magyar válogatott Ausztria elleni mérkőzésén, ahol 29-28-as vereséget szenvedt, 29-30-as vereséget szenvedtek a magyarok a sógorok ellen. Nem várt vereség, ugye a középdöntőbe két ponttal érkeztünk az Izland elleni nagy győzelem után, de hát egy olyan meccsbe futottunk bele, ami tulajdonképpen a magyar válogatottaktól szokás, amit az előző podcastben is említettünk, hogy tulajdonképpen nem nagyon van meg a stabil, hosszú távú, több meccsen áttartó stabilan jó teljesítmény. Ez az, amire most kezdtünk el rácáfolni tulajdonképpen a csoportban, aztán most kiderült, hogy mégsem. Szia, Martin! Szia, én is köszöntök mindenkit. Hát valóban, azért szerintem akkor sem mondanánk igazat, ha azt mondanánk, hogy ez a meccs bizonyos szempontból nem volt benne a levegőben, de azért az elmúlt pár mérkőzés alapján abban is lehetett bízni, hogy talán ez a fajta sorozat azért megszakad. Ugye mi is beszéltünk arról, hogy bár nyilván kifogásként azért ezeket nem lehet elfogadni, de ilyen szempontból szerencsétlen volt a sorsolás, hiszen egy keddi 20-30-as meccs után azért a csütörtök 15-30-as, úgyhogy közte egy utazás is van, azért ez semmiféleképpen nem szerencsés, és hát lehetett attól talán félni, hogy azt az Izland elleni koncentrációt és magas színvonalú játékot nem lehet két napon belül reprodukálni. Az is tény viszont, hogy egy annál mondjuk 20-30%-kal gyengébb játékkal is valószínűleg ezt az osztrák csapatot meg lehetett volna verni, és nem ennyivel egy gyengébb a játék, hanem mondjuk legalább 40%-kal, és ez meg már nem volt elég az ellen az osztrák csapat ellen, amit szerintem azért, még hogyha nyilván most nekünk okoznak is fejtörést, azért feltétlenül meg kell dicsérni, mert szerintem a saját szintjén, saját nívóján egy nagyon-nagyon jó összerakott gárdáról van szó, ami azokkal az erényekkel, amik megvannak nekik, tehát azzal a 3-4 azért nemzetközi szinten is jegyzett játékossal nagyon jól élnek, és azért bizonyos időszakokban a cseresor is hozzá tudott tenni, úgyhogy egy nagy pacsi ilyen szempontból nekik, még hogyha jobban is örültünk volna, hogyha ezt úgy lehet elmondani, hogy végül valahol egyel behúzzuk a meccset, és lehet gratulálni őszintén a szomszédoknak, így azért picit szomorkásabb ez, de nyilván beszélünk arról, hogy ez a tragédia nem történt, teljesen előzmény nélkül is sem volt ez a meccs, de na, azért jó lett volna egyel behúzni. Igen, jó lett volna behúzni, sajnos ez nem sikerült, de szerintem menjünk végig a meccsen, és kezdjük az első fél időben. Nagyon jól kezdtünk, volt 4 gólos előnyünk, és ekkor időt kértek az osztrákok. Tulajdonképpen nagyjából itt kezdődött a meccs, ugye tudjuk, hogy a 4 gól sem olyan sok a mai kézilabdában, főleg az első fél időben. Nagyjából itt kezdődött el a meccsnek az a része, ahol taktikailag megindult az egész mérkőzés. Aleš Pajovic elővette a 7-6-ot az osztrákoknál, amire nem nagyon tudtunk reagálni. Ugye az előző meccs után beszéltük, hogy a védekezésünk nagyon jó volt, viszont ezzel nem tudtunk mit kezdeni. Mi volt itt a probléma szerinted? Mivel nem tudtunk mit kezdeni itt a 7-6-ban? Hát igazából szerintem, ha egy lépésre visszább megyünk, akkor azért azt el lehet mondani, hogy a magyar kézilabdának az egy általános probléma, hogy a 7-6 elleni játék, annak ellenére, hogy azért most már lassan annyira vagyunk mi is öregek, hogy ez legalább egy 8-10 év azért jelen van a kézilabdában, és mondjuk legalább 5-6 év azért viszonylag általános is az alkalmazása, valahogy ennek sem a készségszintű elsajátítása nem történt meg, sem az ezzel való ellenfélként való küzdelem nem igazán sikeres, sem női, sem férfi vonalon. Ugye az előző adásban emlegettük a 2020-as EB-t, például a portugál csapat vert meg minket ezzel a fegyverrel, és hát azért szerintem a szomorúságot egy picit neveli, hogy még a portugálokról már akkor is lehetett tudni, hogy ezt azért elég komoly színvonalon űzik, azért nyilván ez az osztrák válogatott, még hogyha arról beszéltünk is, hogy azért benne van a repertoáriában ez a játék, azért nyilván nem tudja olyan magas színvonalon játszani, mint a specialisták, és igazából szerintem itt, amit lehetett hiányolni, én taktikailag nem feltétlenül gondolom, hogy sok minden más meg lehetett volna próbálni, mint amit megpróbáltunk, azért volt nyitott formáció két zavaróval is, úgyhogy ilyen szempontból próbáltunk erre lépni valamit.
Ami szerintem nagyon sokáig hiányzott ebből a védekezésből, az a tudatosság. Ugye erről azért sokat szoktunk beszélni, akár BL meccsen is, hogy bizony, ha egy 7-6-ot jól játszanak, akkor ott lesznek helyzetek, és amiben ilyen szinten tud segíteni a védelem, az az, hogy olyan helyzeteket engedélyez, amikből a kapusaink jó eséllyel vagy jobb eséllyel tudnak hárítani, és itt egyedül az első félidő végén történt igazából erre való kísérlet, amikor ugye a jobb közös jobb átlövőt azért több zicserben is beengedte a csapat, és ezeket azért Palasics Kristóf szép százalékkal hárította is. A másik félidőben egyébként már ebből is azért több gólt szereztek a horvátok, úgyhogy egy picit a tudatosság és az a fajta élesség nem volt meg, amit Izland ellen nagyon kiemeltünk, mert azt gondolom, hogy ilyen szinten ezzel lehetett volna talán mit kezdeni, és hát nyilván arról is beszélünk majd, hogy a cserék hogy jöttek meg, hogy nem jöttek, talán a kapuscserés is egy lehellettel később érkezett, mint ahogy az igazán hasznos lett volna, de hát nyilván ez azért nagyon nagy részt utólagos okoskodás, és azért ugye Szerbia ellen is tulajdonképpen nagyjából ekkor jött a kapuscserés, és akkor az fényesen működött, és egyébként Bartosz László most sem szállt be rosszul, úgyhogy összességében azért megint csak nem a kapus teljesítményen múlott talán ez a mérkőzés, annak ellenére sem, hogy ahol az osztrákoknál is volt javulás a második félidőben. Nem is kicsi. Azért az osztrák kapus Möszl nagyon elkapta a fonalat a második félidőben, de azért tettünk is érte, hogy elkapja a fonalat, ugye főleg Báhidi Bence, de ne rohanjunk annyira előre még a második félidőre. Itt ugye mondtad a rotációt, és az első félidőben már ugye megint csak érkezett a kezdősor után az Ilics, Hanusz, Bodó hármas, akik közül ezúttal Bodó volt a legjobb. Viszont én úgy gondolom, hogy ez a hármas valahogy nem akar összeállni, és az Izland ellen is így volt, annak ellenére, hogy ott belefért. Ez szerintem azért itt is így volt. Valahogy ezt meg kéne bontani, ezt a hármast, hogy valami potenciál legyen benne. Abszolút teljesen egyetértek, ugye Izland ellen is ez volt az a sor, akik akkor jöttek föl a pályára, jól emlékszem, amikor ugye Björgvin Pál Gustafsson, és ott ugye még szó is volt arról a közvetítésben is, ha jól emlékszem, hogy hát perceken keresztül ugye nem kellett hárítani az izlandi kapusnak, mert nem jutottunk el lövésig, és ott is volt emberelőnyös szituáció, ami így elment. Tehát ebbe teljesen igazad van, ugye azért, hogyha itt egyénileg nézzük meg a játékosokat, azért sem Bodó Richárd, sem Ilics Zorán nincs igazán jó formában, ugye Ilicsnél egy hosszabb sérülés is volt az őszi szezonban, Bodót pedig a Szegedben is láttuk azért, hogy az utóbbi hetekben, hónapokban szenvedett, úgyhogy ilyen szempontból ez nem biztos egy ideális összeállítás, Ennek de ellenére még Bodó volt a legjobb tulajdonképpen abszolút. hármuk közül, és igen, tehát tulajdonképpen előtte azért le a kalappa, hogy az első fél időben azért tulajdonképpen tartott minket. Három Abszolút. gólt egymás után. Ő kifejezetten jól játszott a torna eddigi szakaszához képest, 3 gól, gólpasszok, kiharcolt kiállítás, ott volt egy ember előnyű szituáció, amiért kár volt, talán azt is előhette volna, vagy hát ugye nyilván a legjobb az lett volna, hogyha egy picit pontosabb a passz a szél, de összességében ezért az ő játéka az egy pozitív meglepetés volt ezen a találkozón, de valóban ez a sor valahogy nem áll össze, és abban azért szerintem reménykedhetünk, hogy ebben a formában nem feltétlenül sokat fogjuk őket már látni a torna folyamán. Nyilván ezekre a játékosokra is szükség van, hiszen azért most már szépen lassan megyünk a torna azon szakaszába, ez az 5., 6., 7. mérkőzés, ahol az elmúlt években azért volt, mikor elfogyott a csapat, úgyhogy az biztos, hogy mindenkit használni kell, tehát nincs olyan, hogy valakinek minimalizáljuk a játékperceit, de talán most ez a mérkőzés Csemát is arra készítheti majd, hogy picit a rotációban bizonyos dolgokat átgondoljon. Igen, mert itt föl is szerettem volna hozni, hogy Ancsin ugye a statisztika szerint 27 perc, 26 másodpercet játszott, de ugye az első félidő elején kapott egy medvepusztít, és le is cserélték. Ez tulajdonképpen ezzel kezdte meg Csema a rotációt, egy kvázi kényszerűségből kicsit előbb, mint ahogy szokta, de mégis Ancsin nem került vissza többet támadásban. Ami fura, mert védekezésben viszont fönt volt. Szerintem ezt egy kicsit átgondolhatná
Csema, hiszen Ancsin nagyon jól indította a meccset, ugye az elején csak őrült volt. Pontosan így van, és hát azért a másik két jobb átlövünk azért ingadozó formát mutat ezen az Európa-bajnokságon, hogy Máté Dominik ...nak is volt egyfajta ingadozása itt a második félidőben, nagyon jól kezdett, vagyis hát az első lövése rosszul sikerült, de utána azért több jó megoldása is volt egymás után, majd a végén megint a hibák jöttek inkább, és abból egy azért nagyon-nagyon fontos szituációban, tehát azért az egy fordulópontja volt a mérkőzésnek, úgyhogy abszolút Ancsinak ilyen szempontból lehetett volna több játékperce. Én is azt gondolom, hogy azért itt most Csemának is majd lekerülni egy picit átgondolni, hogy azok a sémek, amik egyébként az első három mérkőzésen nagyon jól működtek, azokba azért most egy picit belefutottunk, és ilyen szempontból a következő meccseken valami újat is elő kell rukkolni, amire egyébként abszolút van is esély, hiszen a csapattagjai arról nyilatkoztak itt a középdöntő előtt, hogy azért bőven-bőven van még ott tartalék, és sok olyan figurával, megoldással, felállással próbálkoztak az edzéseken, amiket még nem mutattak meg éles körülmények között, úgyhogy szerintem azért ebben bízhatunk. Nem csak az, aki, nem csak az a fontos, aki pályára került, hanem az is, aki nem. Ugye a második félidő elején szoktak jönni azok a cserék, hogy Máté Dominik ugye pályára kerül a rövid oldalon, ez meg is történt, viszont nem jött Fazekas Geri sem, illetve nagyon sokáig nem jött Hanuszegon sem, és mind a kettejük helyett, vagy nem is tudom, Lékai Máté volt a pályán, aki 44 percet játszott, hát szegény a végén már a nem létező testnyílásain is levegőt vett, szerintem, úgyhogy nem csoda, hogy a végére nála elfogyott a szufla, de akkor szerintem nézzük is meg ott azt a végét. Volt ugye a meccsnek egy ilyen átmeneti szakasza, ott az 50. percig nagyjából, ahol fejfej mellett haladtunk az osztrákokkal, és Bartusznak a becserélése talán az, amit ebből az időszakból úgy meg lehet említeni, ami nagyon jól sült el, talán egy kicsit jöhetett volna előbb, de ugye nem volt rá garancia, hogy Bartusz ennyire elkapja a fonalat, de ennek azért mindenképpen örülhetünk, hogy nem csak egy-egy kifutott dolog volt tőle az a szerb meccs, hanem képes arra, hogy esetleg több meccsen is ilyen kiemelkedő teljesítményt hozzon. Igen, és hát ebben a szakaszban nagyon fontos volt az, hogy a kapus teljesítmény ilyen szinten volt, mert ugye ez volt az az időszak, amikor hát azért nagyon sok támadás elúszott ilyen-olyan okokból. Ugye itt volt az a szakasz, amikor azért volt néhány olyan beálló körüli szituáció, amit lehetséges, hogy azért jogosan reklamált például a pad is. De szerintem itt megint csak vissza kell térnünk ahhoz, hogy mennyire ragaszkodik a Simeonyhoz a magyar válogatott, mert lehetett azért látni, hogy ezt a beálló játékot akkor maradjunk annyiban, hogy nem feltétlenül a mi szájunk íze szerint ítélik meg a bírók, és akkor ilyen esetben azért nem biztos, hogy a legokosabb dolog folyamatosan újra és újra tömködni a beállónak a labdákat, és arra várni, hogy majd most befújják azokat, amiket eddig nem fújtak be. És hát ugye itt is megint visszatérve a cserére, azért Váhidi Bencén egy idő után látható volt a frusztráció, és ilyenkor azért lehet, hogy jó a játékosnak, ha le tud jönni 4-5 perc a pihenés, azért láttuk Rosta Miklós Tizand ellen, hogy közel olyan szinten meg tudja oldani a posztot, mint Báhidi, úgyhogy még csak arról sincs szó, hogy minőségileg nagyon lejjebb kellene adni ilyenkor ebből a játékelemből. Úgyhogy ezek ilyen apró hibák voltak ebben a szakaszban, amiket sikerült ellensúlyozni a kapus teljesítménye, hogy aztán jöjjön az a végjáték, ahol meg megint elkövettük ezeket az apró hibákat, és ott meg már nem volt idő ezt korrigálni. De bocs, figyelj, ebből a szempontból meg tulajdonképpen a helyzeteink megvoltak, tehát a taktika megvolt, a taktika bejött, ott volt a helyzet, ezt már csak be kell lőni, illetve vagy várni arra, hogy fújjon a játékvezető, de sokkal egyszerűbb lett volna, ha Báhidi Bence ezeket belövöldözi. Egyrészt igen, másrészt meg nem tudom, én azért el tudok képzelni ilyenkor egy olyan szemléletbeli váltást, hogy oké, ez nem megy, legalábbis láthatóan nem úgy ítélik meg, ami nekünk jó, akkor próbáljunk meg egy kicsit mást játszani. De hát nyilván alapvetően meg a beálló játék az, ami a magyar válogatottnak a fő fegyvere, úgyhogy azért azt nem lehet kérni, főleg
X körüli helyzetben egy csapat olyan azt csinálja, amit a legbiztosabbnak érez. Persze, tehát ez egyértelmű, hogy ebben a szakaszban azért a helyzetek megvoltak. Valóban is, és mondom, ilyen szempont megint csak a cserék fontosságát lehet talán hangsúlyozni, hogy ott lehet, hogy egy 5 perces pihenő jót tett volna Bálintnak is olyan szempontból, hogy mondjuk az ittszereket pontosabban értékesíti, vagy esetleg egy picit meg tud nyugodni, mert nyilván azért belőle ez nagyon frusztráló tud lenni, mikor úgy érzed, hogy mondjuk sorozatban 2-3 ítéletet nem kapsz meg, azt azért kevesen tudják sztoikus nyugalommal eltűrni, úgyhogy talán ezen a téren lehetett volna egy picit tudatosabbnak lenni szerintem. Akkor nézzük meg szerintem a végét, az utolsó pártámadást. Ugye ott volt támadásban, ugye Lékainak volt egy előtt, test mellett előtt lövése, illetve ugye Máté Dominiknak volt a blokkolt átlövése, valamint a végén ez a, nem is tudom minek nevezzem, káosz, akármi, őskáosz, mindenféle, ahol végül szerencsétlen ligetvári kezébe adták a labdát, akinek igazából szegény nagyon, nagyon akart, de hát nem nagyon, nem az ő kezébe kellett volna itt a végén a labdának lennie. Ez abszolút így van. Hát az az utolsó fél perc az szerintem olyan volt, mint amit itt az egyik szilveszteri adásban emlegettünk, hogy várjuk a Kanti kamerát, hogy megjelenjen, és Sebestyén Balázs itt pukkantsa a pezsgőt mellettem, hogy át lettünk verve, mert tényleg, tehát ott szerintem azért elég furcsa dolgok történtek. Eleve ugye Csemát azért is támadják, talán egy picit jogos, hogy itt az időkérések menedzselése megint olyan volt, mint az első kapitányi időszakában, hogy tulajdonképpen nem történtek nagyon időkérések egészen a legvégéig. Másrészt meg tényleg hát az az utolsó figura, az egészen unikális volt, azért ezt nyugodtan kijelenthetjük, tehát hogy ott én őszintén szóval nem láttam az utolsó pillanatokig, hogy mi a terv, hogy itt pontosan mi mit akarunk csinálni, ráadásul ugye a Ligetvárinak kisodródva is kellett lőnie, ami Persze. pláne egy ilyen furcsa dolog volt, úgyhogy az egyértelmű, hogy azt jobban le lehetett volna játszani, ezért ebben a csoportban, ahol azért látjuk, hogy vannak körbeverések, voltak, akik eleve egy ponttal érkeztek, az a döntetlen is adott esetben élhetett volna sokat. Nyilván beszélünk majd arról, hogy milyen célokat lehet, meg kell ezek után megfogalmazni, de hát igen, a végjáték egy picit az egész meccset így összefoglalta röviden, hogy akarunk, ott vagyunk, de hogy ma valami nem, ma nincs meg az az éresség, ami a korábbi mérkőzéseken. A baj szerintem az volt, hogy azt sem tudta igazából, hogy mi történik, aki a pályán volt. És ez nekem abból jött le, hogy Lékai Máté csak patogtatta a labdát, amikor 10 másodperc volt vissza, és eszünk ágában nem volt a kapu felé menni. Hát igen, meg ugye Bánhidi Bencének is volt egy nyilatkozata itt a meccs végén, ahol ha jól értettem, de javíts ki, ha rosszul mondom, de hogy tulajdonképpen azt mondta, hogy ő sem teljesen értette, hogy itt a végén mi volt a terv, vagy hogy nem volt számára egészen világos, hogy miért ezt a megoldást használják, úgyhogy igen, ez picit olyan adhok volt mindenki részéről, igazából bejöhetett volna nyilván, de hát nem ez volt minden idők legtudatosabban lejátszott utolsó 30 másodperce. Az biztos, de ez elmondható egyébként az előtte lévő támadásra is. Nem az, amelyikből Fazekas Geri gólt szerzett, hanem Máté Dominiknak a lövése, ami Hát igen. egy erősen elkapkodott, előkészítetlen lövés volt, ami ugyanúgy bejöhetett volna, ahogy mondod, a Ligetvárinál is bejöhetett volna, de valahogy ezen a meccsen nem akart. És borítékolható volt, hogy nem fog bejönni. Az, hogy még le is indítottak minket belőle, az már habatortán tulajdonképpen. Igen, és szerintem ilyen szempontból hasznos gondolatok hangzottak el a stúdióban is, hogy most ez olyan mérkőzés volt, ahol úgy éreztük, hogy ha itt egy labdás végjáték lesz, abból nem valószínű, hogy mi fogunk jobban kijönni, mert tényleg az a fajta harcosság az most inkább a horvátoknál, osztrákoknál volt, meg itt már a horvát-francia meccs hatása alatt is vagyunk egy kicsit, de hogy Elhasználtuk a kreditjeinket, erre gondolsz? igen, igen, A igen. szerencse kreditjeinket? Hát nem feltétlenül elhasználtuk, de hogy igen, ez picit megmagyarázhatatlan, de hogy nekem is szokott ilyen lenni egyébként egy meccs vége felé, hogy,
hogy van egy tippem azzal kapcsolatban, hogyha egy szoros végjáték lesz, akkor melyik csapat fog jobban kijönni, és most én is az osztrákokra tettem volna, tehát az utolsó negyed órában már azért inkább mi egyenlítgettünk, még akkor is, ha a végén sikerült egyszer, ha jól emlékszem, átvenni a vezetést. Úgyhogy hát sajnos az utolsó fél perc sem volt igazán jó. Igazából tényleg, tehát hogyha egy picit tágabb perspektívából nézik, akkor azt azért el lehet mondani, hogy ebben a csoportban azért még sok minden megtörténhet, hogyha mi elődöntőben gondolkodunk, amit így félig meddig percegettünk az előző adásban, hogy megnyílt az esély egy ilyen váratlanul jó szereplésre, ahhoz azért valószínűleg ez a két pont hiányozni fog, de azért nagyon erősen meg kell említeni, hogy ebben a csoportban nagyon kicsik a különbség, úgyhogy alakulhatnak még akár úgy az eredmények, de hogyha az elődöntőt most picit zárójelbe is tesszük, azért van még három olyan meccs, amin abszolút van esélye a magyar válogatottnak, hogy összességében egy szép tornát záruljon, és azt mondhatjuk, hogy ez az osztrák meccs volt a kisiklás, és mondjuk nem az izlandi. Hát igen, ezt jó lenne, hogyha ez gyorsan kiderülne, hogy melyik a kisiklás, de ha nem, akkor sem történik semmi. Ugye a torna előtt az is 50-50% volt, hogy tovább jutunk el a csoportból, tehát azért itt erősen mondhatjuk, hogy evés közben jön meg az étvágy, tehát itt belehergeltük magunkat egy olyan szituációba, ami nem biztos, hogy reális. De még mielőtt tovább megyünk itt a csoportba és a tágabb perspektívára, azért még egy dologra itt azért még kíváncsi vagyok a véleményedre. Az utolsó támadásnál, mármint az osztrákok utolsó támadásánál, mindenki tudta, hogy Bilic fogja befejezni. És így is történt. És nem nagyon tudtunk vele mit kezdeni. Szerintem itt ugyanahhoz a témához térünk vissza, amit a 7-6 kapcsán mondtuk, hogy mennyire tudatos a védekezés, és kit hagyunk lőni, milyen helyzetből hagyunk lőni, tehát teljesen igazad van. Szinte biztos volt, hogy vagy ő fog befejezni, vagy a beállónak próbálják meg esetleg bejátszani, talán az volt még egy ilyen reális opció, és ennek ellenére ezt nem sikerült megakadályozni. Úgyhogy ilyen szempontból azért tényleg szerintem itt nem, semmiféleképpen nem az akarásról vagy ilyesmiről volt szó, hanem egyszerűen most nem volt meg az az éresség, és ez az, ami egy-egy ilyen szituációban azért döntő tud lenni. És azért ez az osztrák csapat látszik, hogy van annyira jó, hogy ezt viszont kihasználja. És ezért azért Aleš Pajovic előtt és a csapat előtt le a kalappal tényleg, mert nagyon nagy munkát végeztek ezzel a csapattal. De akkor nézzük meg azt, hogy mire lehet még itt ebben a csoportban számítani. Ugye a felvétel az a két esti meccs között történik, közben már a horvátok két góllal kikaptak a franciáktól a csoport második mérkőzésén, úgyhogy a franciák már 4 ponttal állnak. Ez azt jelenti, hogy a franciák elhúztak, és egy kicsit besűrűsödött ott a mezőny Így van, hát mögöttük. így van, hát ugye mindenki számolgat azért már itt a torna ezen szakaszában, és szerintem azért az előtt a meccs előtt az viszonylag egyértelmű volt, hogy nekünk ezen a találkozón azért összességében jobb a francia siker, hiszen akkor az azt jelenti, hogy a francia válogatott egyértelműen kiemelkedik a csoportból, és nagyon nagy eséllyel pályázik a csoport elsőségre, és a többi csapatnál meg azért itt ezeknél az 1-2-3 pontos gárdáknál bizony még bőven lehet mindenkinek keresni valója. De ez is történt, egyébként egy érdekes mérkőzés volt, beszéltünk már egy pár szóval előtte. A francia csapat sem volt valószínűleg közel a maximumához, de a horvátok sem voltak olyan állapotban, hogy ezt igazából kihasználják, úgyhogy végül is érvényesült a papírforma, de azért ez a horvát válogatott annak ellenére, hogy azért jó erőkből áll, én nem láttam tőlük semmi olyat, ami azt indokolná, hogy itt semmi esély ne legyen a magyar válogatottnak. Talán nyilván egy picivel a keret azért erősebb horvát oldalon, de nincs óriási különbség szerintem most a két csapat maximuma között. Kérdés, hogy ki mennyire játszik ahhoz közel. Igen, itt egy kicsit azt éreztem rajtuk is, sőt, mind a két csapaton, amit rajtunk. Az élesség hiányát, egy kicsit ez az utazás, vagy nem tudom, de tényleg ilyen fásultság, koncentráció hiány, ezt éreztem a horvátokon is,
meg a franciákon is egyébként, annak ellenére, hogy behúzták végül, meg egyébként a játékvezetőkön is, de ez egy zárójeles megjegyzés. Mi az a tanács, amivel elengednéd a magyar csapatot erre a két napra? Hát szerintem az, hogy valahogy azt Lehet a... ez, szólhat az edzőnek, csapatnak, bárkinek. Hát szerintem a legfontosabb az egyrészt a regeneráció, tehát szerintem a tornának most, hogy tényleg kezdünk abba a szakaszába érni, ahol azért a magyar csapat el szokott fogyogatni, azért legyünk őszinték, úgyhogy ilyen szempontból szerintem az nagyon fontos. Az is nagyon fontos szerintem, hogy ne éljük meg ezt alapvetően tragédiaként, nyilván valamilyen szinten azért egy nagy esélyt szalasztottak el lehetett volna lépni riválisoktól, de egyrészt még az elődöntő sem teljesen kizárt, másrészt meg tényleg azért az egy olyan eredmény, amivel igazából nem számolhattunk reálisan. Hát Csavának pedig, amit már mondtunk is itt az adás során, hogy egy picit valószínűleg át kell gondolni azokat a sémákat, amiben eddig forgatta a csapatot, mert úgy tűnik, hogy azért az ellenfelek erre már elég szépen felkészültek, és bizony itt az egyéni formák sem mindig olyanok, amik indokolják a csapatban betöltött szerepet, úgyhogy ilyen szempontból nem lesz könnyű dolga, meg abból a szempontból sem, hogy tényleg azért látjuk, hogy már valószínűleg Ancsinak is lett egy kisebb sérülése, Illich Zorán sérülésből jön vissza, Máté Dominik Bodó nem igazán voltak formában össze, tehát hogy azért itt a negyedik, ötödik mérkőzésen bizony ezek már erőteljesen be tudják kérni az árukat, úgyhogy a feladat nem egyszerű, de tényleg azt gondolom, hogy ennek a horvát csapatnak nyugodtan neki lehet menni egy ilyen 50-50-es eséllyel. Én igazából azt kívánnám, a csapatnak én is regenerációt kívánok, és a regenerációra való nagyon nagy hangsúlyt, de Csámának amellett, amit mondtál, hogy gondolja át a sémákat, amellett azt is kívánom, hogy azt is gondolja át, hogy ne ragaszkodjon annyira az előre meghatározott A tervekhez, amit beszéltünk az előző podcastben. Hogyha az alterv nem jön be, akkor bátran merjen hozzányúlni, ha esetleg nem úgy működik, mondjuk Irit Zoránnak nem megy abban a sorban, amiről beszéltünk, vagy Bodónak nem megy abban a sorban, akkor merjen belecserélni, mert szükség van rá. Mert hogyha ezekkel a sémákkal megyünk, ezzel az altervel megyünk, ahogy mondtad, kiismerik, és nem nagyon fogunk tudni előrelépni. Van, szerintem ez tökéletes végszó. Még tényleg semmi nincs a szezon az EB-n, úgyhogy még lesz három, hát nagyon jó meccs reményeink szerint. És ugye azért a matekhoz az is hozzátartozik, hogy ugye ilyen szempontból talán az sem bossz, hogy az utolsó fordulóban játszik a magyar csapat a franciával, akiknek addigra már nem biztos, hogy ez egy élettalál mérkőzés lesz, úgyhogy tényleg itt még ebben a csoportban bármi is annak ellenkezője is előfordulhat, hogy ilyen igazi régi névsportos frázissal fejezzük be az adást. Jó közhely. Igen. És akkor, hogy még egy közhelyet elpuffogtassunk, Rostapilunak a mondatát hoznám ide. Ez is a mi csapatunk, és az is a mi csapatunk volt, amelyik Izlandot megverte, úgyhogy menjünk tovább. Ezekből tanulnia kell mindenkinek, a játékosoknak is, és Csemának is. Reméljük, hogy tanulnak belőle, és két nap múlva Horvátország ellen lehet megmutatni, hogy megyünk tovább, és csináljuk tovább a dolgunkat. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok minket, Martin, neked köszönöm szépen a beszélgetést. Hallgassatok minket továbbra is, olvassátok az írásainkat az oldalunkon, és iratkozzatok föl, kis csengő, mi egymás, és két nap múlva jelentkezünk nektek a horvát meccs után is podcasttel. Sziasztok! Sziasztok, hajrá, fiúk!